Tisztelt Ház, egy múlt heti esetre most van legelőször alkalmam reagálni, hiszen egy esetet azt gondolom ott kell reagálni lehetőség szerint, ahol az elhangzott. Ez pedig a múlt hét elején Araszki Andrásnak, államtitkár úrnak a felszólalása, amelyben azt gondolom, hogy olyan a kereszténységet durván sértő, és egyébként őt magát is, valamennyi embert és valamennyi magyart is sértő kijelentéseket tett, amelyek azt gondolom, hogy valamilyen módon erre helyben is reagálni kell. Első felvetésem, két nagy csoportja van egyébként arra, amire reagálni szeretnék. Az első az, hogy Araczki úr azt vetette föl, hogy gyakorlatilag különböző vallási eszközöket használjon politikai ellenfeleinek ellehetetlenítésére. Ezzel a következő aggályok vannak. Legelőször is ugye volt egy olyan kijelentése, miszerint a rózsafűzér a legjobb módszer az ördög ellen, és ugye Soros György állítása szerint maga az ördög, szó szerint így fogalmazott, ezért a legjobb módszer ez lehet ellene is, és majd meg is látja ennek a hatását. No, hát elsősorban azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy az efféle ehhez hasonló és minden ilyen vallási imádság, például amit a rózsafűzér hangzik, egy elmélkedő imádság. A lényege az, hogy saját maga a megjavultására, benne lévő rossz legyőzésére és fejlődésére koncentráljon elsősorban. Aki egy szemlélődő imádságot egy mágikus eszköznek tekint, miszerint ez majd elűzi az ördögöt, ahogy valamiféle népi babona, vagy valamiféle törzsi vallásnak az eszköztára. Azt gondolom, hogy ez itt, ennek a parlament falai között megjelenése, ez azonosan egyenlő a neopogánsággal. Egy ilyen mágia használata, már pedig ezt mágikus értelemben használta ez teljesen elfogadhatatlan, és azt a képet festi akár a keresztények, akár általában a teljes magyar közönség számára, aki parlamenti közvetítést nézi, hogy ez valamiféle kifejezés annak, hogy ő maga keresztény. KDNP nevében tette meg a felszólalását, és nyilván ennek értelmében én jelezni szeretném, hogy ez nem egy keresztény magatartás, és azt is szeretném jelezni, hogy ez teljesen méltatlan egy parlamenti képviselőhöz. Hogyha állna ehhez hasonló tétel, hogy valamiféle erkölcsi értelmben vett rossz, akkor erre megvan az egyháznak a tanítóhivatala, ami meg tudja tenni a maga megnyilatkozását. Az, hogy egy politikus vallási eszközöket használ, és ezt használja saját céljai elérésére, saját ellenfelei ellehetetésére, ez teljesen elfogadhatatlan. Ez az egyik. A másik az, hogy ezzel, hogyha ennek a KDNP-s képviselőnek az lett volna a célja, hogy javítson ez a helyzeten, saját maga kereszténynek valva magát, keresztényként viselkedje, nyilván az lett volna a szándéka, hogy a megtérésre buzdítsa ezt a szóban forgó sátánnak nevezett illetőt. Nem ez volt a célja, egyértelműen a célja az volt, hogy őt rossz színbe tüntesse fel, gyűlöletet keltsen, és olyan helyzetbe, olyan összefüggésbe tegye, ami alapján ő állítható be rossznak. Ez megkérdőjelezhetetlenül így van. Ezért ilyen szempontból is azt gondolom, hogy nem csak az ügynek ártott, a kereszténység ügyének ártott, nem csak a magyar parlament tekintélyét rombolta, nem csak a saját pártjának ártott ezzel a megszólalással, amivel gyakorlatilag egy ilyen neopogány babonát vezetett be, hanem meggyőződésem, hogy saját magának is ártott. Azt gondolom, hogy Araczki Andrásnak ezt végig kellene gondolnia, hiszen az, hogy őt mit tesznek elő és mit olvas fel, az ő felelőssége. Az, hogy ezt nem tudja, ezzel nincsen tisztában, az az ő felelőssége, ennek utána tud nézni. Az a következmény, ami viszont az egész országgyűlést, saját pártját, a parlamentet, a magyar társadalmat érte, azt gondolom ez olyan, ami mindenképpen kiigazításra szorul, és ezúton itt parlamenti képviselőként is kérem Araczki Andrást majd lehetőség szerint a lehető legközelebbi alkalommal, hogy ezt a kijelentését korrigálja, és tisztázza ezt a helyzetet, hogy miért használt fel ilyen eszközöket, és hogy miért akart ezzel ártani, ilyen módon ártani bárkinek is. Elnök úr, köszönöm a szót!